La förvis... Na, újra. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Megint, mint már az előző videókban is egy párszor, a dolgok közepébe csapva fogok elkezdeni, vagy fogom elkezdeni ezt a mai videót, azért, mert a szétszedését ennek az autónak elrontottam, mármint a felvételeket rontottam el. Az a lényeg, hogy most így, most szét van szedve, és most fogom összerakni. Erről a kocsiról azt kell tudni, hogy Daninak ez az újdonsült gépjárműve, eladta az Evót, és ezt vette most helyette. Amit tudni kell róla, hogy ez egy S14-es Silvia, ugye ami már hát különböző formában szerepelt a csatornán egy-két különböző autó, ami ugyanilyen, mint ez, de mégis más, mert ebben nem SR20 van, hanem RB25. Ez ugye a Skyline-okban, meg egyéb más belpiacos stage-ában, meg ilyesmiben volt gyárilag ez az RB25-ös motor, hát ez egy régebbi swap, ezt nem mi most csináltuk, ez Dani már így vette, meg évek óta már bele van építve ez az RB25-ös épített motor ebbe az S14A kaszniba. Pontosabban elméletileg ez gyárilag zenki volt, és az S14A-nak a front része van felfaragva rá. Ugye ez a kicsit morcosabb első lámpás, meg faceliftes elejű. Úgyhogy ja, bele van faragva már ez az RB25, ami úgy került most már Danihoz, hogy problémák akadtak vele. Pontosabban a motor az jó állapotú, meg egészségesnek tűnik, viszont olyan hangja volt, mikor elhozta Dani, mint egy John Deere traktornak konkrétan. Úgyhogy ezzel a problémával érkezett első körben. Természetesen átnéztem neki az első alkalommal a kocsit. Találtam rajta egy-két kivetni valót, a kormányműve eléggé lóg, van egy-két olajfolyás, például a kormányműnél is folyik az olaj, meg van egy kis szelepfedéltömítés, olajfolyás, meg ilyen apróságok. Ezt leszámítva egyébként egy nagyon jó állapotú alap autó, karosszériára, a futóművet tekintve nagyon jó, egyébként nincsenek szétrohadva a tornyok, a küszöbök, a doblemezek, szóval ez egy szépen viszonylag igényes építésnek mondanám. Úgyhogy mi most nekilátunk ennek a bulinak. Annyi történt egyébként, hogy kifújó hangot hallottunk, meg teljesítményvesztés volt, nem töltött be rendesen a turbo. Úgyhogy Dani elhozta, megnéztem, azt hittük először, hogy csak a kipufogónál fújt ki. Aztán, mikor elkezdtem szétbombázni, kiderült, hogy mindenhol is kifújt, a leömlő repet volt több helyen, a vészgétnél fel volt lazulva a csatlakozás a kipufogónak, a V-bandja fel volt lazulva a turbótalp tömítésnél kifújt, úgyhogy konkrétan egy nagy korombánya volt az egész motortérnek a bal oldala, vagy hát a rendezői bal oldala. Úgyhogy most ennek az orvosolása véget van itt az autó, most ugye szét van már szedve, most jön az a fázis, hogy összerakom. Így néz ki a lebontott kipufogó oldal, kapott új Cometic kipufogó sortömítést, három rétegű lemeztömítés, ennek bírnia kell a nagy megterhelést. Nem volt rossz állapotban egyébként, vagy pontosabban kifújt, de alapból egy egész jó minőségű tömítés volt fönt rajta. A hat hengerből igazából csak háromnál fújt ki, úgyhogy ez cserére szorult, most kapott egy zsírúj kometiket. Itt vannak ugye a turbónk, ez egy GT35-ös Garrett, ugye itt a V-bandnál itt kifújt, akkor a 60-as vészgétünknek szintén a csatlakozása, ami egy ilyen V-band jellegű csatlakozó, ott is tiszta kormos volt, és hát a fő probléma az volt, hogy a leömlőnél több helyen kifújt, ezt Dani barátom segítségével sikerült orvosolni hegesztéssel, hát meglátjuk, hogy fogja bírni. Összedobom majd a Verdát, úgyis be kell melegíteni, hétvégén meg hát tököl lesz driftedzés, úgyhogy ott lesz majd éles teszt, reméljük, hogy
hogy jó lesz, megbírni fogja. Itt van a meghegesztett leömlő, ugye ez mindjárt visszaugrik a helyére. A felületeket megtisztítottam a hengerfej és a leömlő kipufogó sor oldalán is, úgyhogy mehet vissza, mert a tömítést már felraktam a helyére. Ugye itt a vízbetápnak az egyik ágát át kellett fűznöm magána a leömlőn, mert így fog majd itt állni a turbom. Úgyhogy ezt ott át kell fűzni, ez ugye itt hővédelemmel el van azért látva, úgyhogy nem gáz, hogy itt a forró leömlő csonkok között megy el. Úgyhogy itt most felraktam a leömlőt, ugye fönn van a tömítés, visszadobom a tőcsavarokat, ahova kell, lehúzom az anyákkal rendesen, jól megtépve, hogy ne tudjon lelazulni, és aztán pedig mehet majd fel a turbó. Ezt így hagyjam, majd be timelapse-ezed, vagy? Aha. Visszaraktam a leömlőt a helyére, ugye az új tömítéssel, visszaraktam a tőcsavarokat, le van húzva mindenhol. Most már maga a Szentlélek se szedi le innen. Ez nem is egy jó hasonlat, ezt nem is szokták használni, na mindegy. Most már használjuk majd. Szóval a Szentlélek se szedi már le innen ezt a leömlőt. Le van húzva. Most, amíg nincs fent itt ez a kisméretű csiga, így sokkal jobban hozzáférek a vészgét kiálláshoz, úgyhogy a vészgétnek a visszarakásával fogom folytatni a műveletet. Ami pedig, ugye, ő itt a mi kis vészgétünk, remélem, hogy jól látszik így nagyjából. Ugye ő látja el nekünk a nyomás szabályzásnak a szerepét. Ugye ez van, itt van a leömlőnek egy kiállása, amit itt csatlakoztatunk. Ez egy rugó ellenében, itt van egy kis szelep, és amikor eléri, vagy innen vezérelt, ugye az elektromos turbonyomás szabályzó által vezérelt vákummal megnyitja a szelepet, vagy pedig van benne egy rugó, ami adott nyomásra van kitalálva, mondjuk tegyük fel, ez egy 1 báros rugó van benne, akkor 1 bárnál ez a rugó ez elenged, és itt a nyomás el tud távozni, és így nem fog overboostolni a motor. Úgyhogy ő, ami, ugye ezt úgy szokták mondani, hogy külső nyomásszabályzós, ez a external wastegate, ugye ez egy pontosabb és jobb nyomásszabályzást tesz nekünk lehetővé, mint mondjuk egy sima labdás szabályzása a kisebb turbóknak. Ugye a versenyautóknál, meg a nagyobb méretű utcai autós turbóknál már ezt a fajta szabályzási módot szoktuk alkalmazni. Ez ide szépen visszajön, és ez is egy ilyen kis V-bandos klempel megy vissza a helyére. Ezt egyébként nem olyan egyszerű visszatenni, mert tartani kell a vészgétet, hogy ne bukjon le, visszatenni a helyére, a harmadik kezemmel betenni a csavart, a negyedikkel meg rákapatni az anyát, úgyhogy most itt egy kis bénázás fog következni. Helyére tettem a vészgétet, bekötöttem ugye a vákumot, ide a turbonyomás szabályzónak megy a tetejére ugye a vákumcsatlakozás, meg az aljára is. Megkapta az új T3-as talptömítést a turbóhoz, ez is zsírúj. Ez egy viszonylag vastag fém tömítés, hogy bírja a rock'n'rollt. Úgyhogy most visszakerül a turbó, arra kell majd figyelni. Fent hagytam a turbónak a visszafolyó ágát, hogy ez itt majd ne akadjon bele. Igen, úgyhogy megy fel a turbó a helyére. Ez egy GT35-ös méretű, eredeti Garrett turbó. Igazából van már egy kis holtjáték a lógása a tengelynek, amit érezni rajta. Úgyhogy azért ezt már használgatták, ez már volt nyúzva. Na most visszakerült a turbó a helyére. Fogom a talpcsavarokkal, először bekapatom mindegyiket, mind a négyet, és utána fogom lehúzni, hogy a helyén legyen, mindegyik fix legyen, és akkor utána mehetünk tovább. Visszakerült a turbó a helyére, le van húzva minden talpcsavar, be van kötve a nagynyomású olajzó és a visszafolyó cső is, a vízcsövek is, visszaraktam a légszűrőt, le van fixálva minden, visszakötöttem az EGT-nek a csatlakozóját, EGT-szenzornak a csatlakozóját, a szélessávú lambda szondát,
úgyhogy egyetlen egy dolog maradt hátra. Vissza kell fűznöm alulról a kipufogót, amit szépen bebandázsoltam, majd azt mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki egy lebandázsolt szépen. Ugye ilyen hővédő bandázsral betekert kipufogó, azt visszafűzöm, viszonylag elég könnyen fölmegy, pedig eléggé ilyen elefántormány kanyar van benne. Úgyhogy azt visszafűzöm, itt fönt visszakerül majd a V-bandos bilincs, amit jól meg kell húzni, mert az az előző körben is fel volt lazulva. Aztán utána pedig jöhet a járatás. Megmutatom, akkor így néz ki bebandázsolva a kipufogó, ez a kis elefántormány itt van. Bob Esztől kérek egy kis segítséget, hogy felrakjuk a helyére, mert nem túl könnyű. Itt kell majd befűzni oda föl a turbicsekhez. Aztán utána megyünk haza, nem? Hát, hogyha lesz helyzetjelző. Ha lesz helyzetjelző, a Skyline-on megyünk haza. Most már jó azért, nem?